Erdélyben karácsonyoztunk a nagy családdal, mert ugye a szüleim erdélyek, és nagyon megmaradt bennem az az élmény, egyik legkedvesebb élményem, amikor így szenteste, nagy hó volt, és miután megjött az angyalka, fogtuk a szánkót, meg a hangszereket, és elmentünk kántálni. És ez úgy zajlott, hogy ismerősökhöz és családi barátokhoz, meg rokonokhoz bekopogtattunk, énekeltünk, kaptunk egy kis sütit, meg vendégül láttak, és mentünk tovább. Don't want a lot for Christmas. Elmesélték neked a szüleid, hogy milyen volt a karácsonyuk, amikor te megszülettél? Igen, természetesen. Szerintem erre mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy születtünk. És kisebb koromban is kérdezgettem, hogy meséljék el úgy az egész történetet, és ez igazából úgy zajlott, hogy a nagymamáméknál voltak éppen akkor, és jött a szokásos karácsonyi vacsora, ajándékozás, és utána édesanyám szólt, hogy hát szerintem menni kéne a kórházba, és akkor édesapámmal bementek a kórházba, és 11 környékén megszülettem, és utána apukám ugye ment vissza a nagymamámékhoz, meg ugye van egy bátyám, és akkor ő ott maradt velük, és mindenki ébren volt, még hát 1-2 körül ért haza apu, és mindenki várta, hogy úristen, mi történt, és akkor mondta, hogy megszülettem. Make my wish come true, you know that all I want. És nem akartál részese lenni az angyalokkal? Feldíszíteni a fát, ez baromi izgalmas. De olyankor elvittek minket normafára, és ott szánkóztunk és játszottunk, és eltereltük ezzel a gondolatainkat. Raffinált. Pár éve díszítem én is a fát. Most már beleszólhatok abba is, hogy milyen zenét rakjunk be, és inkább Michael Bublé-t hallgatunk. Úgyhogy én azt nagyon szeretem, azt a hangulatot. There's no sense in hanging stockings. Én inkább egy karácsonyt úgy képzelnék el, hogy az ember, jó mondjuk én most így keresztényként mondom, mert aki nem keresztény, annak nyilván nem ilyen, de hogy az ember egy kicsit talán így magába fordul, jó persze lehet ezt közösségben is csinálni, és tényleg hálát ad az Istennek, hogy elküldte Jézust földre. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Igen, én is már december elején felírom, összeírom a listát, hogy kinek kell ajándékot csináljak. Ez ilyen 30-40 ember szokott lenni, mert én nagyon tényleg szeretek ajándékot adni. Ezért mindig ilyen gyárszerűen elkezdem készíteni advent elején az ajándékokat is. És izgatott vagyok, és órákat eltöltök azzal, hogy lapozgatom a kézműves könyveimet, meg az interneten böngészek, hogy mi lenne a tökéletes ajándék. Nem tudtam aludni, mert már egy nappal, vagy két nappal az osztálykarácsony, hogy úristen, nem tudom, hogy mit vegyek neki, és nincs még ajándéka. Aztán kitaláltam azt, hogy elmegyek egy pólóboltba, és ott volt egy olyan póló, amire az volt ráírva, hogy rock. És gondoltam, hogy ezzel nem lehet nagyon mellé lőni, és félve átadtam neki, hogy hát, hogy boldog karácsony. És nagyon jól esik, hogy jött már abba tök sokszor a suliba. I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas. Fiú létemre keresztszemes nyűzést csináltam nagyon sokat, és nagyon szépek is lettek, és mindig nagyon örültek nekik, akik kapták. Az ötletet azt onnan vettem, hogy édesanyám mindannyiunknak csinált otthon egy, hát majdnem, hogy névkártyát idézőjelbe, mert rajta van nevünk, születési, súlyunk, dátumunk, nap, minden, tehát mindent ráhímzett, és mindig úgy csináltam ezeket, hogy elkértem a gyereknek a szülőjétől ezeket az adatokat, és azt ugyanígy meghímeztem neki, és aztán bekereteztettem szépen.
egyszer egyik karácsonyon odajött hozzám egy olyan lány az osztályból, akivel tényleg maximum 5 szót váltottam egész fél évben, és egy kis csokit adott nekem, és így ilyen nagyon szerényen mondta, hogy boldog karácsonyt, Ági, és akkor annyira rosszul éreztem magamat, hogy basszus, én neki nem tudok semmit adni, csak egy ölelést meg egy boldog karácsonyt. De már az is sok.